most dől el nekem a bajnoki címek, nagyon izgalmas futamok vannak, és ugye a Supercars-ban megújulás van, hiszen nem csak egyfajta generációváltás indult el, hiszen van egy-egy fiatal versenyző, hanem a nevek is kicserélődtek, hiszen nincs csak Károlyi Tamás és Benyó Máté kettős, ugye, akik már eldöntötték a bajnoki címet, hanem új emberek vannak, új versenyzők vannak. A szezonzáró rallycross versenye, mondta ezt Rabócsi Tibor, a Rabócsi Ring tulajdonosa. Károlyi Tamás versenyautóival, Held Zoltán és Antal István állt rajthoz, rájuk is mély benyomást tettek a 600 lóerős Audik. Most már tudom, mit jelent az a szuperkár. Az a furcsa benne, nagyon gyorsan történnek a dolgok. Olyan hamar odaér, hogy megbocsátó, kezes bárány, kijavít, van benne ez a... Kicsit elvált, túlvállal, vagy túlsó, akkor ráadsz a lábzat, kihúzza a ganéból magát, és igen. Negyedik sebességi fokozatban is, ahogy adagolod a gázt, hogyha túl agresszívan nyomod le, akkor elkapar egyenesbe akár az autó, annyira erősek. Közben a nagy túraautósok a bajnoki címért zajló csatára készültek. A pole pozícióban már megismerhették Vámosi Tibor spotterét. Friss CESZ bajnokként ők érkeztek a legnagyobb esélyesként Mária Pócsra. Összeállt az autó, csapatom az nagyon jó, mindent megtesz azért, hogy mindig jól szerepeljük. Egy legenda is részt vett a versenyen, Kotán Péter, az örökös magyar rallycross bajnok. Úgy voltunk vele, hogy a 37. szezonban mindenképpen menni kell. Egyrészt, hogy ne szakadjon meg ugye a lánc, hogy nem megyünk minden évbe. Másrészt, őszintén vagyok hozzátok, a nézők is nagyon hiányoltak minket, és azért ez nagyon sok erőt adott, hogy itt legyünk most. Szerintem örülök, hogy a Kotán Petjének van lehetőség, hogy a 37. szezonját teljesíti. Ezután is gratulálok neki. Rengeteg érzelem fog el ilyen ezzel kapcsolatosan, hiszen mi óriási csatákat vívtunk nagy tömegekkel, itt a Rabócseringen is, és ugye az ország több pályáján is. Sőt, a Kotán családból hárman is jelen voltak. Kotán Krisztián az Astra kupában versenyez, nem akármilyen felszereléssel. Ez a ruha, ez apáé volt, ez idősebb, mint én, 2002-ben csinálták, és apa ezzel régebben versenyzett, még a Focusszal, amikor a Focusszal versenyzett a 2000-es évek elején, azóta ott volt a szekrényben, és amikor elkezdtem gokártozni, akkor én kaptam meg, hogy legyen egy normális ruhám, és azóta ezt használom. Valakinek fényképeket is kell csinálni, szóval én bevállaltam ezt a lehetőséget, hogy én gyártam a képeket, lassan most már a pálya mellett 6 éve. De lehet, hogy az a baj, hogy még jól esik, tehát... Amikor nem alszol két nap, két éjszaka, és utána beülsz a kocsiba, és azt mondod, hogy ez tök jó volt, akkor még menni kell. Természetesen figyelembe véve azt, hogy azért most már a fiam is versenyez, tehát hogy a prioritások változnak, de nem titok, hogy azért Kotán Péter még, hogyha úgy van, akkor még egy szuperkász győzelmet akár behúzna. Az 50. Kotán Péter diadal ezúttal elmaradt, a győzelmet Antal István szerezte meg. Kamatoztattuk a mind a két napnak az eredményes futamait, és a döntőben nekünk állt a zászló. A második körben egy jó pozícióban voltam a harmadik helyen, és ahogy az aszfaltra kifordultunk, kitört a kocsi hátulja, nem tudtam, hogy mi történt, mert nem hibáztam. Próbáltam korrigálni, megint átcsapódott a túloldalra, ez így ment ugye az egyenesbe, próbáltam gyorsítani, hát ha valamit én is hibáztam, majd utána olyan szinten elkezdett pörögni a kocsi, hogy azt hittem, hogy fölkenődök a partoldalra, nagy nehezen megfogtam, és hát jól látszott, hogy a bal hátsó kerék, az összekötője eltört, és ugye teljesen önálló életet élt a bal hátsó kerék. Azt mondom, hogy szerencse a szerencsétlenségben, hogy itt és nem egy veszélyesebb helyen, bánom, hogy a 37. szezon nem egy dobogon zártuk, nem a jövőre. A nagy túraautók között bejött a papírforma, Vámosi Tibor a kategóriában megszokott szoros csata után nyert. Nagyon örülünk neki, hogy a magyar ismét meg sikerült nyerni, így már azt tudom elmondani, hogy háromszoros magyar bajnok vagyok, úgyhogy ez nagyon, nagyon jó az egész csapatnak, mindenki örül neki, hogy megint sikerült megőrizni a bajnoki címet, de úgy látom, jövőre föl kell kössem a gatyámat, mert itt a bajnok jelölt jövőre, ha így folytatja, akkor utolér, sőt átugrik. A szezonzáró után mérleget is lehet vonni a 2023-as évről. Azt gondolom, nagyon izgalmas bajnokság volt. Jelenleg ugye a bajnokság évadzáró futamán is 90 indulónk van, ami azért nagy dolog, hiszen azért gyakorlatilag a szakák szempontjából fontos volt, hogy ugye azért van egy válság, és hogy ebben a helyzetben a versenyzők még növekedni tudtak ebben az évben. Nagyon hangulatú bajnokság volt, bár ugye ez nem jelentő volt minden futamon, hiszen az elmúlt versenyen egy nagyon érdekes időben volt futam Nyírádon, és sajnos ugye ott a verseny félbe szakadt azáltal, de én úgy gondolom, hogy nagyon sokan szeretik ezt a sportot, és nagyon sokat teszünk azért, hogy ez meg is maradjon, és nagyon sok pozitív olyan dolog van, amiben a jövőt illetően lehetnek változások, nagy nevek térhetek vissza.
a rallycrossban, és bízunk benne, hogy jövőre is egy ismét sikeres bajnokságnak lehetünk majd a rendezőjén.